No. Az eddigiekben beismerkedtünk az alapvető cím típusokkal, a különböző értékekkel, számértékekkel, tehát egész számokkal, levegőpontos számokkal, karakterekkel, stringliterálokkal. Ezekből kifejezéseket tudtunk összerakni, megnéztük, hogy a kifejezések hogyan vannak értelmezve, hogyan kell őket kiértékelni. A kiértelmezés, tehát a kifejezés típusa és értéke, és a kifejezés kiértékelési sorrendje közti különbséget is láttuk. Végül, a legutóbbi alkalommal ezekből a kifejezésekből elkezdtünk utasításokat összerakni. Alaputasítások mellett megnéztük a vezérlési szerkezeteket, elágazásokat, ciklusokat, az egyéb ilyen finomságokat, a continue, break, return, stb. Stb. Egy nagy csoportról nem beszéltünk még, ezek pedig a változók. Márpedig ugye a programozási nyelvünkben, mint általában a legtöbb programozási nyelvben, a memória területekbe helyezünk értékeket, és ezeket a memória területeket nevekkel azonosítunk, tehát azt mondjuk, hogy ez a ciklus változó egy integer tárolására alkalmas memória terület, nevezik i-nek, és ezeket a memória területeket valamilyen változó névvel azonosítjuk. Nem mindig vannak kivételek, vannak olyan területek, amiknek nincsen nevük, azokra esetleg pointerekkel hivatkozunk, ezt majd később látjuk, de általában változókat használunk a programozási nyelvünk. Na most mi egy változó? A program melyik területén értelmes annak a változónak az? Például nekem van két függvényem, mondjuk a program két különböző területén, és itt azt mondom, hogy i, és itt csinálok ebben az i-vel valamit. Egy másik függvényben, mondjuk a far to cells, mert mondjuk i-nek nevezem a paramétert, és így tovább, és így tovább. Ez az i, meg ez az i, ez ugyanaz, vagy különböző? Ugyanazt a memória területet gondoljuk mögé, vagy másikat? Meddig él az a memória terület? Mikor keletkezik? Ha berakok egy értéket abba a memória területbe, meddig számíthatok arra, hogy az az érték ott háborítatlanul ott van számomra? Meg fog semmisülni egy idő után? Vagy a program végéig ott fog maradni? Ezeket a kérdéseket fogjuk boncolgatni, méghozzá két nagy csoport van. Az egyik csoport, ami a úgynevezett láthatóság, magyarul scope, ez az a szabályrendszer, ami azt tárgyalja, hogy egy változó neve, vagy egy azonosító általában, mert ezt általánosítani fogjuk, és kiderül, hogy a típusoknak, meg a függvényeknek a nevei, azok nagyon hasonlóan viselkednek, mint a változóknak nevei. Tehát általában egy azonosító, hol értelmes a programunkban, mikor azonosít egy adott tárterületet, hol használhatom, mi annak a láthatósága annak a tárterületnek. És lesz egy másik szabályrendszerünk, ez meg az élettartam, a life, ő pedig azt fogja elmondani, hogy én létrehozok egy változót, mondjuk egy integeri változót, vagy egy globális double változót, vagy egy tömböt, vagy egy struktúra változót, akkor az a tárterület, aminek a lefoglalásáról, annak a létrehozásakor rendelkeztem, az mettől meddig él, mettől meddig áll rendelkezésemre. Oké? Ez az élettartam, a life.
És persze a cég elég bonyolult ahhoz, hogy a scope és a life szabályok azok valahogy úgy egymásra is hassanak, tehát nem mindegy, hogy mondjuk egy statikus élettartamú változót globális változóként vagy lokális változóként hozott létre. Tehát lesz pár összefüggés a két szabályrendszer között. Oké? De nem lesz ez olyan nagyon bonyolult, úgyhogy az előadásod előbb a scope, utána a life szabályokat fogjuk végignézni, és a végén szeretnék egy olyan összefüggő példasort mutatni ma is, ami ezeket az összefüggéseket megvilágítja, tipikusan milyen hibákat lehet elkövetni, hogyan kerülnek ezeket a hibákat. Tehát azt nézzük meg, hogy ezek a szabályok a valós életben, amikor programozni kezdünk, akkor hogy jelentkeznek. No, hát vágjunk bele. Ugye tudjuk, hogy C programot úgy írunk, hogy forrásfájlokat írunk, egyet vagy többet. Ebben a forrásfájlban két különböző pozíciót tudunk megkülönböztetni a láthatóság szempontjából. Ha minden kapcsolzárójel páron kívül vagyunk, azt nevezzük globális területnek, és az ottani deklarációkat globális deklarációnak nevezzük. Ha pedig legalább egy kapcsolzárójel páron belül vagyunk, ami azt jelenti persze, hogy egy függvényen belül hozunk létre egy változót, azt lokális deklarációnak fogjuk nevezni. Mi az, hogy deklaráció? Egyáltalán mit jelent ez pontosan? És már is pontosítok, mert kicsit különbözik, ha azt mondom, hogy deklaráció, és az, hogy definíció. Oké? Ez menet közben el fogom mondani, meg példákat is fogok mutatni a különbségekre, de nagyjából a változónál a következőt kell elképzelni. Definíció az, amikor azt mondom, hogy itt most foglaljál le nekem egy integernyi tárterületet. Oké? Például egy globális definíció lehet az, hogy int i. Oké? Ez egy globális változó lesz, és ezt definiálom az int i változót, azt fogom mondani, hogy egy integernyi tárterületet foglaljál le, és ezt a tárterületet egy i-nek fogom nevezni ebben a forrásfájlban. Nem meglepő módon. Aztán azt mondom, hogy int main. A main tudjuk, hogy egy függvény, oké? A függvényeket is definiálhatjuk. A függvény definíció az, amikor én leírom a függvény törzsét. Tehát elmondom, hogy hogyan működik az a függvény. Megírom a függvény kódját. Oké? Ez is egy definíció. Függvényeket csak globális módon tudok létrehozni, tehát nem lehet egy kapcsolzárójel páron belül egy másik függvényt definiálni, nincsenek egymásba ágyazott függvények, minden függvény egymáshoz képest külső kell legyen C-ben. Okay? Ez a main függvény definíciója, hát valamit ide írok nyilván, valami utasításunknak. Azt mondom itt, hogy int k. Ez egy definíció, létrehozok egy k nevű integer tárterületet, viszont látjuk, hogy ez egy kapcsolzárójel páron belül van, ezért ezt egy lokális definíciónak nevezzük. Persze akárhány kapcsolzárójel páron lehet, itt lehet egy másik blokkot csinálom. Ez lehet akár egy if-nek, vagy egy for-nak a blokkja, de lehet csak úgy saját maguktól kapcsolzárójel párokat rakni, összetett utasítást írhatok tetszőleges utasítás helyére. Mondjuk ide is írhatom azt, hogy int i. Ez is egy lokális definíció lesz, i a neve. Hoppá, volt már egy int.
Most ilyenkor mi van? Ez ugyanaz az í? Ez egy másik í? A szabály az, hogy ilyenkor egy új változót hoztam létre, egy integer változót i néven lokálisan erre a blokkra. És ez az i egy másik változót jelent, mint a külső i. Oké? Nem feltétlenül szerencsés, hogyha ugyanolyan nevű változót különböző blokkokban hozok létre, de néha ez előfordul, mert egy ciklus változónak nagyon kézenfekvő, mondjuk i-nek nevezni a ciklus változómat, és elképzelhető, hogy valahol máshol is valamit indexnek i-t neveztem el. Ilyen előfordul, nagyban ilyenkor nem történik. Igen? Ha belül használom ott az i-t, ott igen, akkor ő honnan fogja tudni? Nagyon jó kérdés, és pont erről szólnak a scope szabályok, amit ma meg fogok tanulni. Tehát a scope szabályok pont azt mondják, hogy én azt mondom, hogy i legyen egyenlő 5, melyik i-re gondolok. Oké? Okay? A szabályok a következők. Itt van egy i változó, akkor ennek a deklarációnak a helyétől a deklaráló kapcsolzárójel végéig az i, ez az i lesz. Oké? Okay? A hozzá legközelebb eső i. Ez még akkor is igaz, hogyha ez egy még belső kapcsolzárójelben van. Ha itt azt mondom, hogy i legyen egyenlő 6, akkor ez az i, meg a külső i lesz. Tehát ez az i, ez ezen a területen látszódik, egészen ide a deklaráló belső blokk i-jéig. Oké? És a külső i kezd látszódni a belső i deklaráló blokkja után. Tehát itt alul azt mondod, hogy i legyen egyenlő 7, az a felső i-t fogja jelenteni. Igen? Ugye az az i az a függvényen kívül volt deklarált, nem? Ad a fordító figyelmeztetés, hogy ne használjuk így, mert ez egy kicsit veszélyes lehet. Bizonyos programozási nyelvekben ez vagy tilos, vagy ad a fordító figyelmeztetés rá. C-ben ez nem. C-ben ez annyira régóta és annyira gyakran használ dolog, hogy csak a saját önuralmunk akadályozza ezt meg. Nyilvánvaló, veszélyes lehet a dolog, hogyha én összekeverem az i-jeimet, ezért aztán törekedjük mindig arra, hogy a változókat a legkisebb láthatósággal hozzuk létre. Tehát ha mondjuk nekem itt egy ciklusváltozóra van szükségem, akkor ne hozzam létre itt a programom elején, oké? Okay? Mert akkor nagyon nagy területen feleslegesen létezik ez a név, és véletlenül felhasználhatom másra, oké? Okay? Ha nekem csak itt van szükségem az i-re, hozzam létre itt, oké? Okay? És akkor ha itt mondanék i-nek értékadást, itt szintaktikus hibát kapni. Ez a stráf, amit itt csináltam, ez az i-nek a láthatósági területe, vagy szokták úgy is mondani, hogy hatóköre. Ahol az i változó ezt az i-t jelenti. Ennek a külső i-nek pedig ez a hatóköre, meg innen lefelé. Oké? Okay. És azt szoktuk mondani, hogy ez a belső i ezen a területen eltakarja a külső i, ezt angolul hide-nak szokták nevezni, hogyha valaki angol szakirodalmat olvas. Rendben?
Na most, nekem lehet több forrásfájlom is. Ez volt mondjuk a A pont C, ez meg a B pont C. A B pont C-ben éppen én megírok egy G függvényt. Én G. És itt azt akarom mondani, hogy I legyen egyenlő 6. Mit fog mondani a fordító program? Fordító program azt fogja mondani, miféle I? Itt semmiféle I nincsen. Ne felejtsük el, a C fordító úgy működik, hogy a fordítási egységeket, azaz a forrásfájlokat egymástól teljesen függetlenül fordítja le. Lehet, hogy amikor én ezt megírom és lefordítom, ezt még meg se írták. Oké? Okay? Tehát a fordító program erre azt fogja mondani, hogy ilyen I nincsen. Oké? Okay? Mi van akkor, hogyha én mégis ezt az így szeretném használni? Meg kell mondanom a fordítóprogramnak, hogy de van így, csak te még nem tudsz róla, mert majd a linker, amikor összeszerkeztük a két objektet, ami a két forrásfájlból keletkezik, majd a linker fogja összekötni ezt az így ezzel a tárterülettel. Emlékeztek, úgy csinálom C projekteket, hogy pont C-ket írunk, ezeket pont O-kra lefordítjuk, vagy OBJ kiterjesztésűre, és aztán a végén jön a linker, aki ebből egyetlen executable-ből csinál, plusz még felhasználja a library-ket is. Rendben? A linkernek pont az a feladata, hogy azokat a szimbólumokat, amit az egyik forrásfájlban definiált, a másik forrásfájlban meg fel akarunk használni, azokat úgy összekösse. Megmondja, hogy ez az így lesz. Rendben? Oké? Okay. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a fordító program kvázi nem tölti ki ennek az így-nek a címét, azt majd a linker fogja, úgy mondjuk, hogy feloldani. Ez most nagyon-nagyon leegyszerűsített dolog volt, de így hihető és elfogadható, rendben? Na, de a fordítóprogram továbbra is tiltakozik, hogy nincs ilyen így. Mi a hibás megoldás? A hibás megoldás azt mondja, hogy így. Ez azért baj, mert akkor most már két így van, ugye? Mert ő is definíció, azaz létrehozott egy tárterületet, meg ő is definíció, azaz létrehozott egy tárterületet. De nekem az kéne, hogy egyetlen egy definíció legyen az egész programban, tehát az összes pont C-ben egyetlen egyszer mondjam azt, hogy inti, egyetlen egy tárterületen osztozna az összes forrásfájlom, az összes többi forrásfájlban nekem csak szólnom kell a fordítónak, hogy létezik az I, majd a linker behozza nekem. Ezért itt nekem nem definiálnom, hanem deklarálnom kell az így. A deklaráció abban különbözik a definíciótól, hogy én annyit mondok a fordítóprogramnak, hogy i az egy integer változó, aztán majd jönni fog. Oké? Okay? És ezt úgy teszem meg, hogy ide azt írom, hogy extern, az egy kurszó, int i. Az extern int i azt jelenti, hogy i az valahol máshol van definiálva, én itt most csak deklarálom, elmondom neked, hogy létezik, azt is elmondom neked, hogy integer, mert hiszen ellenőrizned kell a helyes használatát ennek a tárterületnek, de ne foglaljál neki tárterületet. Értelemszerűen deklarálni akárhányszor lehet egy tárterületet, egy változó nevet, definiálni pontosan egyszer kell. Ha én például az A pont C-ben is azt írnám, hogy externi, akkor a fordítóprogram ezt lefordítaná külön-külön, de a linker azt mondaná, jó, mindenki azt mondja, hogy másonnan jön az ide, nem jön sehonnan. Oké? Okay?
ez meg az unresolved external nevű hiba lenne. Ha külön-külön fordítotok forrásfájlokat, és ezeket össze akarjátok szerkeszteni, akkor tipikusan kétféle hibát kaphattok. Az egyik az unresolved external, a feloldhatatlan külső hivatkozás, ami azt jelenti, hogy én hivatkozok egy névre, de az nem gyűn sehonnan sem. Oké? A másik pedig az ambiguous reference, amikor túl sok van belőle, egynél több van. Ha mondjuk két helyen definiálom. Pontosan egy helyen kell definiálni, az összes többi helyen csak deklarálnak. Tehát pontosan egy helyen azt mondja, hogy int i, az összes többi helyen azt mondja, hogy extern i. Oké? Okay. És hát itt meg akarom hívni a g függvényt, akkor mondjuk mondhatom azt, hogy int k legyen egyenlő g-vel. Oké? Okay. Mit fog mondani a fordító program? Az, hogy g nem létezik. Miért? Mert a másik forrásfájlban van, és nem deklaráltam. Egy függvényt ugyanúgy deklarálni kell, mielőtt használom. Ebben a forrásfájlban valami olyasmit mondhatok, hogy extern int visszatérő értékű g paraméter nélküli függvény, pontos lesz a végén, nem írom meg a függvény törzsét, az a definíciója lesz a g-nek, ami pontosan egy forrásfájlban van. A többi forrásfájlban én csak azt mondom, hogy majd a linker fog neked hozni egy ilyen g függvényt, tudjad róla, hogy paraméter nélkül és integer visszatérő értékű. Rendben? Világos mindenkinek, hogy mi a játék? Egyrészt a fordítóprogramnak minden szimbólumról tudnia kell valamit, különben nem veszi észre, hogyha elgépeltük valamit. Tehát, ha valamiről nem tud semmit, az úgy gondolja, hogy hiba. Mindig meg kell neki mondani, hogy ezt vagy hoz létre, vagy hogy így néz ki ennek a függvénynek a törzse, vagy azt, hogy ez csak deklarálva van, majd később a linker hozza. Idáig jól állunk, most jön pár érdekesség. Létezhetnek olyan változók, amikre azt szeretném, hogy csak ebben a forrásfájlban akarom használni. Tehát nem akarom, hogy egy másik forrásfájlból elérjék az ő nevét. De viszont nem egy függvényen belül akarom létrehozni, mert mondjuk több függvény is akarja őt használni. Tehát tulajdonképpen olyan, mintha egy ilyen extra kapcsolzárójelet képzelnék el ide a fájlom elejére meg a végére, tehát a fájlomra lokális deklarációt vagy definíciót szeretnék csinálni. Ezt úgy csinálom, hogy azt mondom, hogy static, mondjuk double f. A staticnek a láthatósága a forrásfájlon belül ugyanaz, mint egy sima globálisé. Rendben? A különbség a globális statikus, meg a globális sima definíció között az, hogy a sima változó, az i, látható a linker számára, ezért felhasználható más forrásfájlokban. Ha viszont azt mondom, hogy static double, most a double az tök mindegy, azt mondom, hogy static globális, akkor ő nem látszódik más forrásfájlokban. Tehát, amit azt mondanám, hogy extern double f, akkor az nem működne, mert egyszerűen a double f a statiksága miatt nem látszódik ki ebből a forrásfájlból, teljesen csak ennek a forrásfájlnak a számára lokálisan. Okay? Miért csinál ilyet az ember? Azért,
Mert szeretne egy olyan globális változót, amit csak helyben használok, és nem szeretném azt, hogy véletlenül valaki egy másik forrásfájban ezt a változót eltrafálja, és véletlenül ugyanilyen névvel csináljon valamit, és akkor a két változó az Ambiguous Reference-t jelentene. Ez olyan, mintha ezt leszűkíteném ennek a láthatóságát a saját forrásfájlomra. És most valaki a másik forrásfájlban mondhatja azt, hogy static int f, és ez az f, meg az az f két egymástól független dolog, mind a kettő csak a saját forrásfájában látszódik, mintha ezt f1-nek, ezt meg f2-nek nevezném, úgy kell elképzelni. Rendben? És ilyet függvényből is tudok csinálni, tehát mondhatom azt, hogy static void h, és akkor ezt a h függvényt használhatom ebből a forrásfájból, mondjuk meghívom innen. Oké? Okay. De láthatatlan minden. Ezt a hát én csak azért használom, hogy itt valami segéd eljárást elvégezzek, nem is akarom, hogy a többiek tudjanak róla. Ez teljesen csak ennek a forrásfájlnak az ilyen magánügye. Oké? Okay. Ebből persze egy szintaktikus hiba lenne. Miért? Tehát a forrásfájl elemzése a fordító program számára mindig fölülről lefelé történik, és ha itt lát egy hát, akkor azt mondja, mi az a hát. Tehát valójában ezt a hát itt a g előtt kéne definiálnom. Oké? Okay? Tehát különben a fordító azt mondja, hogy nem tudom, mi az, hogy hát. Mindig nagyon buta a fordító program, itt fölülről elkezd lefelé olvasni, és ha talál egy szimbólumot, ami számára ismeretlen, akkor hibát jelez. Mindig előre kell szólni, hogy hát ez a hátfüggvény. Igen? Mert szokták az elején deklarálni csak a függvényeket, és végén leírni. Tehát én például az elején leírom, és ott deklarálom, és leírom. Miért jobb az, hogyha az elején úgy deklarálom, és a végén leírom. Ennek akkor lehet értelme, hogyha függvények egymást hívogatják, ami azért gyakran elfordul, vagy nem tudod, hogy milyen sorrendben fogják hívódni a függvények, és akkor ha fölül deklarálod az összes függvényedet, túl vagy a dolgon. A legjobb persze az, hogy a deklarációkat kiemeled egy header file-ba. És akkor azt inkludolod az elején. Itt azért egy probléma van, valahogy látjátok, hogy a statikeket nem lehet deklarálni. A static deklaráció és definíciója egybeesik. Tehát nem lehet külön deklarálni egy statiket, őt csak definiálni tudom. Tehát őt muszáj előre rakni. Okay? Ellentétben a nem statikus globálisokkal, például megcsinálhatnám azt, hogy itt ez az int i, azt mondanám itt, hogy ez extern int i, és itt a forrásfáj végén definiálom, int i. Oké? Okay? És ez működne, mert abban a pillanatban én azt mondom, hogy extern int i, a fordító program már tudja, hogy mi az, hogy i. Oké? Okay? És aztán előbb-utóbb bekövetkezik a definíciója is. Rendben? De azért ilyet nem szokás csinálni. Ez olyan természetellenes. Rendben? Ugye az nem baj, ha valamit többször deklarálok, sőt, többször deklarálok, majd egyszer definiálok. Itt ötször leírnám egymásodra, hogy extern int i, az semmi gondot nem jelentene. Rendben?
Mert hiszen nem tárfoglalásról gondoskodok, a tárfoglalásról itt gondoskodok, és azt kell egyetlen egyszer megtennem. Ha ötször elmondom a fordító programnak, hogy ez egy integer változó, ami majd jön, akkor abból nincsen probléma. Ha persze ellentmondásosak a deklarációk, tehát azt mondom, hogy extended i, majd azt mondom, hogy extend double i, akkor a fordító program persze szólna, hogy hát itt valami nagyon nincs rendben. De ez azt hiszem, hogy természetes. Nem bonyolult. Neveket vezetek be, és azok a nevek, ha kapcsolatzárójelen belül hoztam őt létre, akkor az a név a kapcsolatzárójelen belül, meg a beskatujázott kapcsolatzárójeleken belül él. Ha el nem takarják egy adott kapcsolatzárójel szinten belül, mert akkor az eltakaró fog élni, és a globálisaknál meg, mintha a fájlom egy nagy kapcsolatzárójel párt alkotna. Oké? Na, hát majd fogunk gyakorlatban nézni példákat, és akkor ez még világosabb lesz. Nézzük akkor meg az élettartam szabályokat. A legegyszerűbb kezdeti programozási nyelvekben egyszerűen azt mondta az ember, hogy létrehozok egy változót, az a program elindulásától a program végéig él, kvázi statikus élettartama van, program teljes élettartamában létezik, bármikor a programfutása során hivatkozhatok erre a változóra, hát persze, hogyha látom a nevét, tehát deklarálva van a változó, ugye ezt most már tudjuk, különben nem hivatkozhatunk a változó névre, de ha hivatkozunk a változó névre, ez a tárterület ott lesz a változó mögött a program teljes élettartama során. Egy globális változó az ilyen. Tehát én azt mondom, hogy int i, akkor ez a tárterület a program elejétől a program végéig élni fog. Ugyanígy a statikus globálisak is ilyenek. A program elejétől a program végéig élni fognak. Ezeket úgy hívjuk, hogy statikus élettartam. Nagyon jó. Ha ilyen egyszerű a helyzet, miért nem minden változom statikus élettartam? Hát azért, nagyon hamar elfogyna a memória. Belépünk egy függvénybe, a függvényben szükségünk van átmenetileg pár változóra, akkor nem lenne jó, hogyha akkor is lefoglalnánk ezt a tárterületet, amikor nem is ezt a függvényt hajtjuk végre. Rendben? Azt szeretném, valahogy dinamikus erőforrás gazdálkodás történne a programunkban, amikor szükség van egy adott tárterületen, az automatikusan lefoglalódna, amikor nincs már szükség rá, automatikusan felszabadulna, és az így felszabaduló memóriát egy másik automatikusan lefoglalandó változót tudna felhasználni. Rendben? Sokkal jobb a memória gazdálkodás, ha ilyen automatikusok léteznek. Az ilyen változókat nevezzük automatikus élettartamúaknak. És nagyon egyszerű a helyzet a C-ben, mert ha például nekem van egy függvényem, és abban a függvényben van egy sima lokális változón, akkor ez a lokális változó akkor jön létre, amikor belépek a függvénybe, és amikor kilépek a függvényből, ez a lokális változó megszűnik. Rendben? Azt, hogy megszűnik a lokális változó, senki nem úgy képzelje, hogy kikapkodják a memóriát a számítógépből, hanem ez azt jelenti, hogy az a tárterület onnantól kezdve más változók számára állhat rendelkezésre. Tehát ha én mondjuk azokban a másik változókban írok, akkor az fölülírja ezt a tárterületet, amit idáig a K-nak használtam. Tehát nem számíthatok arra, hogy azok az adatok, amiket oda beírtam, azok továbbra is rendelkezésre állnak.
És egy sima blokk is lehet olyan, hogy azt mondta, hogy itt Z, akkor itt lefoglalódik a Z, és amikor itt kilépek a blokkból, felszabadul a Z. Még egy érv, hogy a változóink a lehető legkisebb scope-ban legyenek, az automatikus változóknál ilyenkor van a legkevesebb változó lefoglalva. Legrövidebb ideig. Rendben? Tehát amikor belépek a változóba, a blokkba, lefoglalódik a változó tárterülete, kilépek a blokkból, felszabadul. Végül van egy harmadik fajta élettartam, ez a dinamikus élettartam. Ez egy kicsit bonyolultabb, úgyhogy most gyorsan csak elmondom, hogy hogy működik, és majd lesz egy külön előadás, amikor ezt részletesen tárgyaljuk. Képzeljük el, hogy én belépek ebbe a blokkba, és valahogyan beolvasom a külvilágból, hogy Z értéke mennyi. Mondjuk scanf százalék T Z, beolvas az Z-be egy integer, a standard inputról, és akkor most Z hosszúságú karaktertömböt kell lefoglalnom. Oké? Okay? Persze sokféle módon tehetem meg, de például dinamikus élettartammal is azt mondom, hogy karcsillag pointer legyen egyenlő karcsillaggá konvertálom a mallok függvény visszatérő értékét, aminél meg kell mondanom, hogy hány byte-ot foglaljak le. Hát, Z byte-ot. A mallok függvény mágikusan lefoglal nekem Z byte-nyi tárterületet, és ennek a tárterületnek az elejére mutató pointert ad vissza. Void csillagként adja vissza, ezért, hogy típushelyes legyek, ezt karcsillaggá konvertálom, de ez csak egy formaság. Ez gyakorlatilag nem jelent semmi extra művelet. Rendben? És akkor a TTL pointerem a most frissen allokált tárterület elejére mutat. Igen? Két kérdés, hogyha viszont már int lenne, akkor már erősen a csillaggát. Igen, ha int lenne, így van, akkor két dolgot csinálnék. Egyrészt, itt azt mondanám, hogy int csillag, másrészt nem z byte-nit kéne lefoglalnom, hanem z-szer size of int byte-nit. Nagyon jó. Z-szer, size of int, milyen jól van egy size of operátor? Kicsit ilyen size of, még hogyha karra, akkor viszont nem szeretem nézni. Hát, lehet size of kardot is leírhattam volna, de az definíció szerint egy. No most, ezt a tárterületet most lefoglaltam. Meddig lesz ez a tárterület lefoglalva? Hát vagy a program végéig nem foglalva marad, és majd az operációs rendszer szabadítja végig fel, amikor a programom befejeződik. Ugye olyan nincsen, hogy a programom vége után is lefoglalódik, tehát operációs rendszer visszaszerez minden, amit a programoknak adott. Normális esetben. De én manuálisan is intézkedhetek arról, hogy ezt a tárterületet felszabadítsam. Mikor? Amikor valahol, akár egy teljesen másik függvényben azt mondom, hogy free PTL. Oké? A free PTL felszabadítja azt a tárterületet, amit mallokkal kaptam, és a PTL mutat az elejére. Nagyon vigyázni ebben, mert ha PTL nem egy olyan tárterületre mutat, amit a mallok adott, ez hiba. Futás idei hiba, a programom jó eséllyel elszáll. A másik hiba, amit elkövethetek,
Mondjuk, itt nekem egy bazilány ciklusom van. A ciklusban újra és újra allokálok tárterületet, de a cikluson belül elfelejtem felszabadítani ezt a tárterületet. Mindig újabb és újabb tárterületet foglalok le, de nem szabadítom fel ezt a tárterületet. Mi fog történni? A programom használt memóriája nő, egyre csak nő, aztán egyszer elfogy. Oké? Ha elfogyna a tárterületem, akkor ez 0 pointert adna vissza. Persze lehet ellenőrizni, hogy if.ptl 0 pointere, és akkor lehet csinálni valamit. De nyilván ez már nagyon nagy baj, hogyha a programom számára elfogyott a memória. Oké? Okay. Ha allokálok tárterületet, és elfelejtem felszabadítani, akkor ezt úgy hívjuk, hogy memória elszivárgás. Az olyan, mint ha léket kapott volna a hajó, és valahogy ott szivárogna be a víz, vagy a hordómnak lenne egy lyuk, és szivárogna ki belőle a borocska, vagy valami. Nem, jó, oké, elvesztem az erőforrásokat. Tehát mindig a lefoglalt tárterületeket fel kell szabadítanom. Vannak programozási nyelvek, mint a C#, meg a Java, ahol úgynevezett garbage collector van, és automatikusan begyűjti az ilyen többé már nem használt tárterületeket. A C nem ilyen nyelv. A C-ben nekem ezt kézzel kell megtennem. Cserébe gyorsabb, hatékonyabb a programom végrehajtása. Értelemszerű, hogyha garbage collector nyelven van, akkor a háttérben egy csomó extra adminisztrációt kell csinálni, és amikor a garbage collectorom elkezd futni egy külön futási szálban, akkor az úgy kicsit lelassítja a programok futását. Oké? A C az közvetlen hozzáférést ad a vashoz, ezt beszéltük, nincsen virtuális gép, meg mindenféle ilyen közbülső nyelvek. Itt az történik, amit mi mondunk, ennek az előnyeivel és hátrányaival, például, hogy figyelnünk kell, hogy ne szivárogjon el a memória. Ilyet akkor használunk, hogyha nem tudjuk előre, hogy mennyi memória kell, hanem úgy jönnek az igények. És úgy adhok kell. Például egy listát, egy ilyen pointerrel összefűzött listát akarok csinálni, akkor mindig, amikor egy új listálnom kell, akkor kell előkapnom valahonnan a semmiből ilyen memóriát. Oké? Általánosan tehát a következőt lehet ezt mondani, hogy a globális változók és a globális statikok statikus élettartamok a program végéig élnek. A sima lokális változói, majd mindjárt kitérek, hogy miért hangsúlyozom itt, hogy sima lokális változói azok automatikus élettartamok, a blokkba való belépéskor foglalódnak le, és a blokkból való kilépéskor felszabadulnak, akkor is ám a return-nel lépek ki a blokk közepéből. Amikor elhagyta a vezérlés a blokkot, felszabadul a tárterület. És van a dinamikus memória, amit ilyen explicit mallokkal foglalok le, és explicit free-vel kell felszabadítanom. És egyetlen egy trükk van, hogy létezik lokális statikus is. Lokális statikus az a következőképpen működik. Ezt most már kell tudom. Képzeljük el egy függvényt. Meg akarom számolni, hogy hányszor hívták meg ezt a függvényt. Azt akarom, hogy a függvény emlékezzen rá, hogy őt hányszor hívták meg. Oké? Okay? Milyen módja van ennek? Hát az egyik módja az, hogy én létrehozok egy globális változót, amit kezdetben inicializálok nullára. A globális változókat, ha inicializálom, az azt jelenti, hogy a program elején ők megkapják ezt az értéket. Oké? Okay? És a függvényem mindig valahányszor megkapja a vezérlést, megnöveli ezt az értéket. Oké? Okay? Azt
hiszen most már mindenkinek világosnak kell lennie, hogy ez miért nem működött volna egy sima lokális változóval. Sima lokális változóval az azért nem működött volna, mert amikor először belépek, és mondjuk nulla a CNT, akkor megnövelem egyre, de amikor kilépek a függvényből, ez a változó eltűnik. És amikor legközelebb belépek a függvénybe, újra inicializálódik. És az előző érték az már ismeretlen. Arra nem számítható, ha egy sima lokális, automatikus élettartamú változó van, egy statikus vagy globális változó van, akkor tudok vele számolni. Ugye ennek az a baja, hogy egy globális változó van, ezt programon minden részéről használhatják. Ez veszélyes lehet. Véletlenül valaki valahol máshol, egy másik könyvtárban csinált egy CNT-t, és akkor nem érti, hogy miért nem működik a programja, miért kap linker errort, stb. Ha egy picit jobb, ha azt mondom, hogy static int CNT, mert akkor csak a saját forrásfájlomban látszik ez a CNT, rendben? Oké, de most ha a g-függvényem is meg akarja számolni magát, akkor lesz egy CNT2? A h-függvényem CNT3-a? Hát nem a függvénybe kéne berakni ezt a változót, logikailag legalább. Ha én azt mondom, hogy ez egy static int CNT, egyenlő nulla, akkor ez olyan, mintha egy globális statikus lenne, tehát a program elején jön létre a tárterület, és a programon végéig létezik ez a tárterület, statikus élettartamú, de a láthatósága az lokális lesz. Tehát a g-függvényben ugyanúgy be tudok rakni egy CNT-t, meg a h-függvényben is egy CNT-t, és ez a három CNT, ez külön CNT-k lesznek, és mindegyik a program elejétől a végéig élni fog. Rendben? És emlékezni fog arra, hogy mi volt az előző függvényhívásban beállítva. Mert ezek nem automatikus, hanem statikus élettartamú lokálisak lesznek. Oké? Egy kicsit elmagyarázza, hogy mi van a motorháztető alatt. Egy program, az fizikailag úgy néz ki, nagyon nagy leegyszerűsítések következnek, oké? Tehát nem fogok position independent kódról, meg dinamikus library-kről, meg ilyenekről beszélni, borzasztó leegyszerűsítések lesznek, de valami olyasmit képzeljetek el, hogy ez a programon, itt az elején van valami jobb rendszerrel kapcsolatot tartott tárterület, lesz maga a programkód, ahol az utasítások szerepelnek, és aztán lesz egy olyan tárterület, ahol mondjuk a globális változók le vannak foglalva. Globális változók, azok fordítási időben ismertek, fordítóprogram ki tudja számolni a méretét, le tudja neki foglalni a megfelelő tárterületeket, ezeknek fix címe lesz a programon belül, lehet hivatkozni rájuk. A statikus élettartamú változók itt foglalódnak le. Beleértve a lokális statikusokat is, a program elejétől a végéig léteznek. A maradék terület két részre van osztva. Az egyik részét úgy hívjuk, hogy stack, verem, a másik részét úgy hívjuk, hogy heap, szabad memória. Oké? Mire jó a verem? A verem arra szolgál, hogy lokális változókat itt foglalok le, automatikus élettartamú változókat itt foglalok le, illetve a paraméter átadás itt történik. Hát ha például nekem van egy olyan függvényem,
hogy inni kar T 10, akkor mondjuk valameddig van már a stacken, valami stack pointer azonosítja, hogy hol tart a stacken feltöltve, akkor azt fogja mondani, hogy oké, itt én most lefoglalom az i számára a tárterületet, itt meg lefoglalom 10 karakter, ez lesz a T. A stack pointer ilyenkor automatikusan jön tovább. Oké? Nő a stack. Meg akarok hívni itt egy g-függvényt az i átadva paraméterként. Mi történik? Az történik, hogy ide bemásolódik az i értéke, mondjuk i-ben az volt, hogy 5, ide bemásolódik az, hogy 5, mindenféle egyéb adminisztratív adatok is bemásolódhatnak, stack pointer automatikusan nő erre, majd átadja a vezérlést a g-függvény kódjának. G-függvény hogy van megírva? Hát úgy, hogy mondjuk int g int k. Akkor a g-függvény azt fogja mondani, hogy a k paraméter az ez. És amikor lokális változót hozok létre a g-ben, mondjuk azt mondom, hogy z int z3, akkor azt itt le fogja foglalni. És így tovább, nő a stack. Rendben? És az if, és a g függvény meghív egy függvényt, akkor megint nő a stack. Rendben? Amikor a függvény, a g függvény működik, akkor a stacknek egy konkrét területe használódik, amit úgy hívjuk, hogy a g-függvény stack frame-je, stack kerete. Oké? És egyébként ettől működik a rekurzió, a g-függvény meghívja a saját magát, akkor az új hívásnak egy újabb stack frame-je keletkezik. Átadja a paramétert, bemásolja, stb. Mi történik, ha a g-függvény visszatér? Hát az történik, hogy a g-függvény visszatér, ezt a stack frame-et visszaállítjuk idáig, a stack pointer lecsökken ide. Oké? Senki nem radírozza ki ezeknek a változóknak az értékét, de ha most utána h-függvény fog meghívódni, akkor a h-függvény felül fogja írni azokat a tárterületeket. A g-függvény automatikus változói ebben a pillanatban már nem élnek. Rendben? Tehát ez a mechanizmus a számítógépben. Még egy olyan trükköt is csinál egyébként a fordítóprogram, hogy ezt az i, ezt a t, meg ezt a k-t, ezt nem név szerint éri el, hanem mindig van egy bázis pointer, meg nevezett jószág, és a bázis pointerhez képest egyszerűen egy távolságot ír be a kódba, bázis pointer plusz 20 byte, bázis pointer minusz 5 byte. Rendben? És mindig, amikor egy függvényt hívok, a bázis pointer ugrik egyet. És akkor úgy le tudom fordítani a programomat, hogy nincsenek benne a lokális változóknak a nevei, csak a bázis pointerhez képesti offsetjei. Ezt majd függvényeknél, függvényparaméter átadásnál még részletesebb. Tehát így működnek a lokális változók, ugyanazt a tárterületet különböző függvényhívások során, különböző függvények saját maguknak fel tudják használni, és nem kell külön lefoglalni a H-nak, meg valahol máshol a G-nek a tárterületet, hanem ugyanazt a stack-et tudják dinamikusan használni.
Ez egy... Mint egy autó megosztó. Nincs mindenkinek saját autója, ami rengetegszer otthon parkolna, nem? Mindenki lerakja a kocsit, és akkor a következő ember megvan. Vagy itt a Bubi. Oké? Okay. Azt hiszem, reális a Budapest. No, de mi van a híppel, ez a szabad memória, amikor én azt mondom, hogy maradok, mondjuk itt azt mondom, hogy karcsillag P, megyen egyelő, maradok. 100, akkor viszont a híp az innen vesz le 100 bájtot, tehát a stack erre nő, a híp meg erre, és ezt a 100 bájtot visszaadja nekem, és nekem itt van ugye egy P nevű lokális változó, annak a tartalma egy pointer lesz ide. Oké? És amikor megint mondok egy mallokot, akkor itt foglalja el, és oda egy másik pointer mutat. Amikor felszabadít egy tárterületet, akkor felszabadítja. Látszik, hogy lyukak keletkezhetnek. Egymás után allokálok 5 tárterületet, és akkor a másodikat meg a negyediket felszabadítom, akkor lyukak keletkeznek át közte. És akkor nincsen ám tömörítés meg ilyesmi, mint a C-sharpban. C-sharpban vannak tömörítések. Na, de ha tömörítek, akkor ugye megváltozna ennek a pointernek a mutatott helye. Tehát update-elni kéne a pointert, tehát managed pointert kéne használnom, és ezért tegyük a C-sharpot managed language-nek. Oké? Okay? Ilyen nincsen a C-ben, ha egy pointer ide mutat, akkor ide mutat. És hát ha felszabadítom, lyukak keletkeznek, ha olyan területet allokálok újra, ami elfér a jobba. Jó, ha nem, akkor elaprózódhat a tárterületem, és lehet, hogy elfogy a memóriám. Lehet, hogy nem fogyott el abszolút értékben a memóriám, de már csak olyan pici helyek vannak, hogy nem tudok akkora területet leszakítani, amit szeretném. A kérdésem az, hogy mindig szabadítik ez a hívát, hogy amikor azt mondom, hogy malok, akkor van egy helyet. Ha még egyszer mondom, hogy malkot, akkor mellette időfoglalja, vagy teljesen más helyen? Abszolút nem lehet tudni. Normális módon a mellette levőt foglalja le, de ha éppen kiszúrja, hogy van egy akkora lyuk, amit be lehetne itt most tömni, vagy majdnem betömni, a híp allokátor írása az egy művészet. És ezt 30-40 év óta gyakorolja az emberiség, mert hiszen gyorsnak kell lennie, de nem kell nagyon töredezetnek lennie. Úgy kéne csinálni a dolgot, hogyha két egymás mellett felszabaduló tárterület van, akkor azt össze lehessen vonni egy nagy lyukká, hogy egy nagyot lehessen legközelebb allokálni. De ha különböző threadek vannak, akkor lehetőleg egymástól függetlenül lehessen allokálni. Bonyolult. Oké? Okay? Random, hogy hova allokál. De hogy oldjuk meg azt, hogyha mondjuk egymás mellett van kettő, és az egyik megnevezik, ugye, mert az a lényeg, hogy most már mondják. Nagyon jó. Oké. Okay. Ezt majd egy külön előadáson fogjuk a dolgokat beszélni, de nem növekedhet meg alapesetben. Tehát nincsen olyan, hogy a malokot megnövelem. Az egy fix méretet adott, ez 100 byte, és annyi. Valójában van egy realok, amire mondhatom azt, hogy 50, és akkor tulajdonképpen azt csinálja, hogy visszaadja ennek a felét, és ide mutat, vagy azt mondom, hogy 150, és akkor két lehetőség van. Vagy van mellette hely, és akkor hozzácsapja, vagy nincsen, akkor allokál egészen máshol egy 150-nyi területet, 100 byte-ot átmásol oda, és visszaad egy új pointert. Tehát a realoknál mindig figyelj arra, hogy új helyre kerülhet a tárterület, akkor persze a régit felszabadítja automatikusan. Oké? Okay. C++-hoz lehet bonyolultabb, mert ott még, mit tudom én, az objektumok másolása az nem triviális, nem annyi, hogy átmásolom a bájtokat, ott mindenféle tükrök lehetnek, úgyhogy C++-ban még ilyen realok-szerű dolog sincsen. És egyébként, hogy mennyire bonyolult a dolog, ha észrevettétek, a free-nek nem mondom meg, hogy mennyi tárterületet
számoljon fel, mert azt ő tudja. Valahol itt sunyiban leadminisztrálja, hogy én hány byte vagyok, meg hol van a következő szabad hely, meg mit tudom én, tehát egy csomó kis adminisztráció történik itt a háttérben. Ez egyébként zárójeles megjegyzés, hogy éppen ezért a Marlowe Free műveletek a programozási nyelv, C programozási nyelv messze leglassabb műveletei, amik memóriában történnek. Nyilván, hogyha egy input-output van, egy diszkre írok, egy hálózatra írok, az százszor olyan lassú, mint egy plusz-plusz maga. Oké? De egy mallokot mondok, akkor az még mindig 20-30-szor lassabb, mint egy plusz-plusz. Tehát, ha gyors programot írunk, akkor a mallokok számát minimalizálni. Oké? No! Egy olyan összefüggő kis példát szeretnék elmondani nektek, ami remélhetően áttekinti az eddig tanultakat, és megértitek, hogy ez a gyakorlatban hogyan használható. Egy borzasztó egyszerű programot fogunk írni. Ez a borzasztó egyszerű program azt csinálja, hogy kiír egy kérdést a képernyőre, beolvassa a választ, oké? Okay? És kiírja a választ. Rendben? Ennyit csinál a program. Hát, mint ilyen program, input-output-ot csinál, tehát ilyen include stdio.h, az kell. Bele. Aztán majd meglátjuk, hogy mi kell még. Itt hagyjatok ki egy kis helyet, a fő program nyilván azt csinálja, hogy itt main, és azt mondja, hogy ki akarok írni valamit, mit akarok írni, printf, százalék s, mert ugye egy választ akarok írni, new line-nal a végén, és a válasz string az a kérdésre adott válasz lesz, tehát írok egy answer függvényt. Az answer függvénynek lesz egy paraméter, ami a kérdés. Az answer függvény kiírja a kérdést, visszaadja a választ, és azt fogom itt kiírni. Tehát answer arra a kérdésre, hogy kellő számú csukorlátója. Hát persze az answer függvényt meg kell írnom, de már is szintaktikus hibát kapnék, hiszen azt mondtam, hogy answer, és a fordítóprogram nem tudja, hogy mi az az answer, deklarálnom kell az answer függvény. Ugye? Egy question karakter mutató pointer paramétert kap, és visszaad egy karakterre mutató pointert, amiben a válasz lesz. Oké? Okay. Ami a válaszra fog mutatni egész pontosan. Nyilván egy karakterre mutató pointerben nem fér el a válasz, hanem a válaszra fog mutatni. Essünk neki. Írjuk a kérdést. Ugye egy stringet Q-val, tehát a Q-stringet a százalék S-sel írok ki. Printf százalék S, és egy string. Kapcsoljuk a paraméter, és akkor kiírjuk a kérdést. Kiírtuk a kérdést. C-ben, C99 óta, tehát gyakorlatilag összes fordító, amit találtok, megengedi, hogy nem a függvény tetején, hanem bármely ponton tudok új változót definiálni, vagy deklarálni. Tehát nem kell itt föl létrehoznom azt a tárterületet, ahova beolvasom a stringemet, hanem mondjuk itt létrehozhatom, kar
buffernek nevezem azt a, tudom én, 20 karakteres karaktertömböt, amiben beolvasom a választ. Oké? Hát a printf-nek az ellentétje a scanf. Beolvassa a választ. És itt most egy printf-et mondanék a százalékes bufferre, az szépen kiírná a beolvasott választ, higgyétek el nekem. És azt mondom, hogy return buffer. Itt egyetlen egy csalásnak tűnő dolog van, az, hogy itt a buffer az egy 20 elemű karaktertömb, és itt mindig úgy használom, mint a karcsillag lenne. Nem itt van a csalás. A karaktertömbök ugyanis automatikusan konvertálódnak az első elemre mutató pointer értékké, mint hogy minden más tömb is az első elemre mutató pointer értékké konvertálódik, tehát ez így tényleg korrekt, és a buffert így karcsillagként visszaadom. Oké? Most ez a program látszólag jó. Sajnos azonban több súlyos hibát tartalmaz. Ki lát súlyos hibákat ebben a programban, és mik azok a súlyos hibák? Vegyük a legegyszerűbb hibát. Kedves felhasználó szószátjár kedvében van, ezért egy nagyon hosszú választ ír, amiben egyetlen egy white space-t sem ír bele. Mondjuk 30x karaktert üt le, és utána üt enter. Mi fog történni?